Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt ház! Magyarországon újabb lendületet vett az Orbán Viktor által vizionált úgynevezett munkaalapú társadalom erőtetett felépítése. A Fidesz-KDNP kormány minden olyan elemet igyekszik lenyesni az oktatási rendszerből, amely a tudásalapú társadalom és a tudásgazdaság megalapozását szolgálná. Az elmúlt 4 évben a rohamtempóban kezdtek neki ennek az átalakításnak. 16 évre szállították le a tankötelezettségi korhatárt, lecsökkentették a szakképzési időt és minimalizálták a közismereti tárgyakat. Bevezették a múltba tekintő új nemzeti arab tantervet. Államosították és végletekig központosították az iskolarendszert. Több 100 milliárd forintot vontak ki az oktatási rendszer működéséből, fenntartásából. És akkor még nem is beszéltünk a felsőoktatás leépítéséről és a felsőoktatás kapuinak bezárásáról. A magyar oktatási rendszer korábban sem teljesített jól, többek között ez az oka a magyar foglalkoztatottság és gazdasági fejlődés rendkívül alacsony szintjének is. A magyar oktatás a diákok jelentős részét nem készíti fel a 21. század kihívásaira. Mégis a kormányzat pontosan azokat az elemeket akarja eltörölni a közoktatásból, amelyek a diákok általános műveltségét és a különböző készségeit, képességeit fejlesztenék. Nem kellenek a kiművelt emberfők. Az oktatási rendszer átalakítása a munkaalapú társadalom negatív utópiájának ágyaz meg. Könnyen kicserélhető, jogaiktól megfosztott dolgozókat akar. Ez a valódi keleti nyitás politikája, a keleti országok alacsony hozzáadott értéket teremtő, olcsó munkaerejével akarunk versenyezni. Oda akarunk eljutni, ahonnan India vagy Kína indult, holott már ők is egyre inkább a tudásba fektetnek be. Ide vezet a gimnáziumi férőhelyek megfelezésének terve is, amire az utóbbi időben annyi utalást hallottunk Orbán Viktortól és Parag László oktatási árnyékminisztertől is. Gimnazisták helyett szakmunkásokat akar látni a Fidesz vezetője. Csak azt nem veszi figyelembe, hogy hiába a duális képzés, hiába a szakma megszerzése, a 21. század már nem úgy működik, mint a rendszerváltás előtt, amikor a miniszterelnök iskolába járt. Az LMP egy globalizáció kritikus párt, de látni kell, hogy a világ rohamtempóban változik, és erre a változásra a fiatalokat is fel kell készíteni. Lehet, hogy a Fidesz víziójában Magyarország örökre az olcsó munkaerőt foglalkoztató multinacionális vállalatokra és az összeszerelő üzemekre alapozza a gazdaságát, de ez nem lesz mindig így. Nem elég szakmát adni a fiatalok kezébe. Képessé kell tenni őket arra is, hogy bármikor átképezhessék magukat. Ha akarnak, tovább tanulhassanak. Meg kell nekik tanítani legalább egy idegen nyelvet. A közismereti tárgyaktól megfosztott múltikra alapozó szakképzésben erre semmi esély nincs. A gimnáziumi férőhelyek csökkentése egyértelműen szűkíti a felsőoktatásba kerülés lehetőségeit is. Hallgatói tüntetések miatt megijedtek a felsőoktatás közvetlen leépítésétől, ezért úgy látszik, más eszközökhöz nyúltak. A kevesebb gimnazista azt jelenti, hogy valóban csak a szűk elit számára nyílik meg a lehetőség a továbbtanulásra. Ha Magyarország vezetői azt akarják, hogy legyen kevesebb gimnazista, miközben Orbán Viktortól kezdve Parag Lászlóig bezárólag mindenki gimnáziumba és egyetemre járt, sőt akár doktori címet is szerzett. A szocializmusban ez csak kevesek kiváltsága lehetett, de azt akarják, hogy a jövőben visszatérjen ez az állapot. Ma Magyarország vezetői azt üzenik, hogy legyen több kétkezi munkás, miközben a milliós tandíjakkal külföldön elit magániskolákban tanuló gyermekeiket látogatják meg. A munkaalapú társadalom víziójában nem illenek az alapítványi iskolák sem. Lehet, hogy most visszavonták az alapítványi iskolák bezárásával egyenértékű javaslatot, de továbbra sem tudjuk, mi lesz velük a jövőben. A köznevelési államtitkárság tárgyalási kezdeményezése, idézem, az alapítványi iskolák jövőbeli szerepéről a magyar köznevelési rendszerben eléggé fenyegetően hangzik. Az alapítványi iskolák pontosan tudják a szerepüket, csak hagyják őket békén. Lehet, hogy most kivételesen visszakozott a kormány, és megkíméli az alapítványi iskolákat, de ettől még az oktatáspolitika totálisan elhibázott iránya nem javul. Ha lehet más a politika, minden ellenzéki eszközt megragadva megpróbálja megakadályozni, de legalábbis lassítani a munkaalapú társadalom felé mutató tudáscsökkentő lépéseket. Meg szeretnénk mutatni a jövőben is, hogy van más út, igenis a tudásalapú társadalom Magyarország jövője.
Köszönöm, képviselő úr. A kormány nevében Rétvári Bence államtitkár úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselő, tisztelt ház. Ami ellentmond képviselő mondatainak, az a 2015. évi költségvetés és azok a számok, amelyeket ebbe beleterveztünk, hiszen minden területen, amit ön kritikával illetett, a következő évi költségvetés többet fog költeni, mint az előző évi tette. Nézzük például a teljes köznevelésnek az értékét. Itt egy korábbi 655 milliárd forintos tétel helyett 711 milliárd forint szerepel. Ön azt mondja, hogy a középfokú oktatásban visszalépést kíván tenni a kormányzat, az eddigi 196 milliárd forint helyett 209 milliárd forintot költ a jövő évi költségvetésben Magyarország a középfokú oktatásnak a területére. Ami a felsőfokú oktatást jelenti, és ami cáfolja egyértelműen az ön által mondottakat, az eddigi összeghez képest 7 milliárd forinttal több jut, erre jövőben 143 milliárd forint szerepel a költségvetésben. Minden téren tehát forrás emelkedés látható, és ha önink a leginkább high-tech részre kérdezett rá, a leginkább fejlődő kutatásokra, az innovációnak a fontosságára hívta fel a figyelmet a napirend előtti felszólásában, hát hadd hívjam föl az ön figyelmét egy új sorra a költségvetésben, a Nemzeti Kutatásfejlesztés és Innovációs Hivatalra, ahol mind EU-s forrásokból 100 milliárd forint nagyságrendű összeg, nemzeti forrásokból is 70-80 milliárd forint nagyságrendű összeg lesz az, amit Pálinkás elnök úr egy önáltal is azt hiszem vitathatatlanul nemzetközi tekintélynek tartott tudós ember fog vezetni, ő fog ennek az elköltése fölött őrködni és helyest irányt szabni neki. Tehát minden szinten, a köznevelés rendszerében, az általános iskolai szinten, középfokú szinten és a felsőoktatás területén is sokkal többet költünk, pontosan azért, hogy mindenkinek a tudása sokkal inkább bővüljön. De ebből még vissza is lehet lépni egyet, tisztelt képviselő úr, hiszen azért hozunk létre 4000 új óvodai férőhelyet még ebben az évben, hiszen úgy gondoljuk, hogy sokan már 6 éves korukban, amikor belépnek az iskolába az első tanítási napon, az első osztályban, már akkor hátrányban vannak az osztálytársaikhoz képest, ezért vezettük be 3 éves kortól a kötelező óvodáztatást, hogy pontosan ezeket a hátrányokat már 3, 4, 5, 6 éves korban leküzdjük, és amikor valaki oda jut, hogy iskolába kerül, már ne legyen az, hogy hátrányban van képességei tekintetében, tudása, kompetenciai tekintetében a többi diákhoz képest, akik esetleg tehetősebb családban felsőfokú végzettséggel rendelkező szülők gyermekeiként születtek meg. Pontosan az állam azért költ jóval többet erre a szegmensre is, még az iskola előtt, hogy mindenki számára biztosított legyen a lehetőség arra, hogy az első osztályt egyenlőként kezdje a többiekkel. Ez áll a mögött is, hogy az iskolák állami fenntartásba kerültek, hiszen nem függ az önkormányzatok teljesítő képességétől a béreknek a kifizetése, az iskola fenntartás költségei, és ön is nagyon jól tudja. A következő évi költségvetésben 50 milliárd forinttal több szerepel a költségvetésben a KLIK részére, mint szerepelt az előző évben. Már csak azért is, hiszen évközben is emeltünk idén a KLIK költségvetésére, és még ahhoz hozzáteszünk a következő esztendőben, hogy az oktatásra, az iskolákra minden forint rendelkezésre álljon, amire szükségünk van. Ehhez csatlakozik az is, hogy egyre több osztályban, most már felmenő rendszerben ingyen adjuk a tankönyveket az iskolásoknak, mindenkinek az osztályból. Ezt szolgálta az állami tankönyvkiadónak a létrehozatala is, hogy tudjon az állam magas minőségű, jó tankönyveket adni mindenkinek, és nyilván arra is szükség van, nem csak arra, hogy könnyen hozzáférhetőek és jó minőségűek legyenek a tankönyvek, hanem arra is, hogy pedagógusnak a lehető legjobb képességű diákok menjenek el. És utána, aki jó tanár, azt meg tudja tartani az iskola, a pedagógus pálya. Ezért indítottuk el a köznevelésben a pedagógus életpályát, ezért növeltük a pedagógusok fizetését szeptemberben, január 1-én egyaránt, idén szeptember 1-én is nőtt a pedagógusok fizetése, jövő évben is nő, aki nyilván leadja a portfólióját, aki tovább lép a saját pedagógus szakmai tevékenységében, az pedig akár jövő évtől is akár 30-40 ezer forintos plusz bérrel számolhat. Pontosan azért, mert ha komolyan veszük, tisztelt képviselő úr, a pedagógusok munkáját, ha azt komolyan veszük, hogy jó minőségben kell, hogy oktassák a gyermekeinket, akkor nem a szocialista módot kell választani a 13. havi bér elvételével, hanem egy életpályát kell mutatni a pedagógusoknak, amivel a jobban megfizetett pedagógus életpályával sokkal inkább jó képességű pedagógusok fogják a gyermekeket tanítani. És ugyanígy fontos ez a felsőoktatás területén is. Ön is nagyon jól tudja, képviselő úr, hogy nőtt a felsőoktatásba felvett hallgatóknak a száma.
A tavalyhoz képest 72.679-ről 73.973 főre, tehát itt is bővült a felsőoktatásban részvevőknek a lehetősége, és pontosan azért vezettük be a kancellárrendszert, hogy ezeknek a felsőoktatási képzéseknek az anyagi biztonsága minél nagyobb legyen, és egyetemeknek a gazdasági stabilitás is meglegyen. Tehát képviselő úr, mi a 3 éves kortól a középfokú vagy a felsőfokú végzettségig mindenben sokkal nagyobb lehetőséget kínálunk ma egy fiatalnak, mint ami a lehetősége lett volna 5 évvel ezelőtt. Köszönöm szépen!